Minimális változás történt a nyírbátori játékos keretben a szezon előtt, egyedül Páncél Zoltán érkezett a csapathoz. Az menet közben derült ki, hogy Kovács Ákosra külföldi munkavállalása miatt nem számíthat Csapos János edző. A tanulmányi intézmények korlátozásai miatt új edzéshelyszínt kellett keresnie a bátornak, Kisvárda, Fehérgyarmat és Hajdúnánás után levelek lett a végleges megoldás, hazai meccséiket pedig Máté Szalkán játsszák Szűcs Balázsék. Legutóbb a Tiszavasvári elleni megyei rangadót 2 góllal nyert a nyírbátor, amely 5 meccsen aratott 5 győzelemmel vezeti az NB2 észak-keleti csoportjának tabelláját. Nem voltak könnyű mérkőzések, mert az első fordulóban Kazincz Bacikára mentünk, aki jelenleg is mögöttünk a második helyezést foglalja el a tabellán, és egyedül tőlünk kaptak ki. Ott 11 góllal sikerült, tehát meggyőző fölénnyel sikerült nyerni. A második mérkőzésünk tulajdonképpen ez a tiszavasvári mérkőzés volt, ami onnan lett elhalasztva. Harmadik mérkőzésen egy teljesen ismeretlen csapathoz, a Bőcshöz mentünk. Újonc csapat 20 góllal sikerült megnyerni a mérkőzést. Következő mérkőzésünk hazai pályán a Füzesabony ellen szintén meggyőző fölénnyel 11 góllal nyertük. Illetve volt egy fehérgyarmati mérkőzés, ami szintén megyei presztízs mérkőzés volt, amit sikerült 7 góllal megnyerni, de igen szoros mérkőzés volt az is. A nyírbátor célja az, hogy jövőre ott legyen az egycsoportos NB1-B mezőnyében. A bajnoki cím megszerzése azonban ezúttal nem jelent automatikus feljutást, mindössze 2 gárda lép feljebb az NB2-ből. A nyírbátoriaknak így nem csak az elsőségre, hanem minél több pont begyűjtésére is törekedniük kell. Ez akkor ad esélyt nekünk, hogyha 100%-osan fejezzük be a bajnokságot, amit aki a sportban egy kicsit járatos, tudjuk, hogy nagyon nehéz dolog, mert végigjátszani egy bajnoki szezont azzal a tudattal, hogy gyakorlatilag 100%-os teljesítményre van szükség, ez tavaly még a Deasznak sem sikerült, mert ő is elhullajtott 1 pontot, de bízunk benne, de mindig csak a következő mérkőzésre figyelünk, és a következő mérkőzésre koncentrálunk. A nyírbátor a következő 4 mérkőzésén idegenben, Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Berettyóújfaluban és Hajdúnánáson lép pályára, majd decemberben a Nádudvar elleni hazai meccsre zárja az éve Csapos János együttese.